Nagy szeretettel köszöntöm a megjelent vendégeket, és örülök neki, hogy ilyen szép számban érkeztek, és türelmesen megvárták a technikai csúszás miatti kezdő időpontot. És hogyha már kezdő is kezdett, akkor igen, ahogy a felvezetésben lehetett hallani, az adventi időszakban vagyunk, az adventtel felkészülünk a karácsonyra, és hát ezáltal nagyon sok mindennek a végpontjával és a kezdőpontjával is fogunk ma találkozni. De még mielőtt ebbe belekezdeni, szeretném, hogyha egy kicsit elgondolkodnánk az előadásunk címének a két fő fogalmán, a nagykarácsony és a kiskarácsony kifejezéseken, hiszen azt gondolom, hogy mindenki ismeri a dalt, amely úgy kezdődik, hogy kiskarácsony, nagykarácsony, és ahogy látom, minden korosztály képviselteti magát, úgyhogy szerintem hogy minden évben egyszer mindenki hallja ezt a dalt, vagy ha nem hallja, esetlegesen el is énekli, de minden esetre ismerős lehet, és sokan viszont nem tudják, hogy a nagykarácsony és a kiskarácsony kifejezés mit akar. Sokszor egyben mosottan úgy gondoljuk, hogy az csak kifejezetten a karácsonyra értendő. Hát most akkor leleplezem a titkot. A nagykarácsony lesz az, ami a karácsonyra utal, és magát a karácsony fogalmát takarja. És a kiskarácsony lesz az, ami a szilveszterről és hozzá kapcsolódóan a szilveszteri és újévi szokásokról fog szólni. A néprajz tudományban sok esetben is a néprajzban is azt a fogalmat is meg szoktuk találni, hogy a két karácsony, mert hogy annyira összemosódik sok esetben, összefüggően láthatóak a két ünnephez tartozó szokások, hogy valahogy sokszor meg is érthető, hogy olyan szokásrendekkel találkozunk, amelyek valaminek a kezdetét, vagy éppenséggel a végét is, ezáltal az elbúcsúztatását is jelenti. Itt az év végéhez közeledve az adventi időszakban, ugye mindenki érzi, hogy nagy karácsony közeleg, és hát nagyon nagy szeretettel szoktuk várni ezt az időszakot, és hát azt lehet mondani, hogy szinte mindenki számára az egyik legnagyobb ünnepnek számít, hogyha az éves ünnepeket nézzük, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az ember élet fordulóiban, az ember élete során vannak nagyobb olyan események, amelyek jelentősek lehetnek, de hogyha az évkört nézzük, és annak a ciklikusságát, akkor a karácsony lesz az egyik olyan ünnep, amelyet szinte majdhogy nem mindenki vár. Nyilván tudjuk, hogy gyerekek éppensége kifejezetten az ajándékozás miatt, a felnőttek, a családtagok sok esetben pontosan azért, hogy együtt legyenek, és nagyon sokszor pontosan ez lesz az, ami össze is hozza a családokat. Tehát a világ legnagyobb ünnepéről beszélünk, a keresztény ünnepkörön belül, és hát ahogy láthatjuk, elég hosszú múltra visszatekint. Az ünnepnek a megtartását, hogyha nézzük a történetileg, akkor 1700 évet kell visszamennünk, de ugye a történések kapcsán, illetve az egyházi vallási keresztény vonatkozásában 2000 évig kell visszanyúlnunk a múltban. Hát egyes elemei alapvetően kötődnek a kereszténységhez, más elemei pedig a pogány hagyományból eredeteztethetők, és pontosan ennek a kettősége látható az ünnep kapcsán, és sok esetben azt lehet mondani, hogy ezek lesznek azok a motivumok, amelyek utána formálódnak, átalakulnak, és lehetővé teszik, hogy szinte mindenkor embere valamilyen szinten az ünnepet magáévá tudja alakítani, és a 21. századig eljutva olyan szokás cselekményeket alakítanak ki az egyes társadalmak, közösségek és a családok, és talán még a személyek is magukban, hogy az a saját életéhez éppen igazodni tud. Majd látni is fogjuk, hogy ha csak a karácsonyfának a történetét nézzük meg, hogy az milyen átalakuláson megy keresztül, és eljutunk napjainkra oda, hogy manapság előfordulhat az, hogy a lakásunkban már ugye nem maga a fa kerül be, hanem a karácsonyfát szimbolizáló valamilyen hát égőkből, gömbökből, még akár égő sorból is, vagy akár könyvekből kialakított karácsonyfa forma, ami magát az érzetet adja, hogy létrehoztunk egy karácsonyfát, viszont
azt a fajta szimbólumrendszer nem fogja magával hozni, amit valójában az a termőág, vagy maga a fa, a fának a lakásban való bevitele jelent számunkra, vagy jelentett számunkra a nép hagyományban. Tehát, hogyha megnézzük a karácsonyt, akkor az ünnep az a köztudatban sokféleképpen fordulhat elő. Valaki ugye kifejezetten a fához kapcsolódóan a fenyőnek az ünnepére gondol. Alapvetően nagyon sokan, nagyon sokszor a szeretet ünnepeként apostrofálják. Sokszor megfogalmazódik az, hogy ilyenkor van együtt a család, és igen, nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, mondjuk, hogyha esetleg valaki külföldön dolgozik, és ilyenkorra szervezi a hazautazását, hogy akkor a családdal együtt ünnepeljenek. És hát a család, a családnak a szeretet ünnepe, azt gondolom, az valahol mindig a Szent Család fogalom körében is megfogalmazódik. Ugyanakkor, ahogy már korábban is említettem, az ajándékozás kérdésköre is felmerül. Mindenkinek gyermekként gyermekkorában, és hát felnőtt korban is sok esetben, amikor azt gondoljuk, hogy valakit és a szerettünket ilyenkor meg kell ajándékozni, de nagyon sokszor előfordul az, hogy ez egyfajta teher is válik. Na most az ajándékozásnak is van egyfajta antropológiai vonatkozása, és az antropológusok is elkezdték vizsgálni azt, hogy az ajándéknak az adása és az ajándéknak a rítusa az honnan ered, és hogy mit jelenthet, ma még erről is fogunk beszélni. Évi napforduló nagyon fontos kiinduló pont a karácsony ünnepének a meghatározásához, és ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk érteni, fontos megbeszélnünk azt, hogy december 21-e a téli napforduló, amelyet mi tartunk, és a föld északi felének ilyenkor ugye a legsötétebb időszakát éljük meg, és december 21-e után lesz az, amikor már majd elkezdenek hosszabbodni a fénnyel töltött nappali órák számai, és a sötétséggel töltött órák számai csökkennek, mindaz idáig egyenesen a sötétségbe megyünk, és hát gyakorlatilag ezt a jelenséget az ókori történeti időszakra is vissza lehet vezetni, sőt, hát maga a téli napfordulónak az ünnepe és a hozzá kapcsolódó mindenféle jelenség, ami azt mutatja, hogy a fényt óhatja az egyes társadalmi közösségben élő személy, és mindenki óhatja a fényt, és a sötétségtől fél, és ahhoz mindenféle elhárító cselekedeteket végez, az már az ókorban is megjelenik. És hát az ókori római császárság idején pontosan azokat az istenségeket ünnepelték ebben az időszakban, akik a naphoz kapcsolódóan jelentek meg, és a fényt hozták az emberiség életébe. Szaturnusz, Mitrász és Jánusz voltak azok a személyek, akik ezt testesítették meg. Szaturnusz volt az, aki, mint itáliai istenség, a vetések, a megművelt mezők, a szántóföld, a földnek az istenségeként gyakorlatilag elhozta az emberiségnek az aranykort, és pontosan emiatt nagyon fontos istenségnek számított. Az ünnepét a Szaturnália ki tartották, és december 17 és december 21-es 24 közötti időszakban valamikor tartották. Nagyon fontos volt az, hogy ünnepeljenek és együtt legyenek, és az volt ennek az ünnepnek az érdekessége, hogy itt az urak és a szolgák együtt ünnepelték, és a szolgákat az urak megvigyelték meg. Mitrászról azt kell tudni, hogy ő perzsa eredeti istenség volt, aki a jót testesítette meg, és legyőzte a sötétséget, legyőzte a gonoszt, ő hozta a világosságot, a fényt és a tiszta légkört az emberek életébe, mint olyan személy, aki még a napot is megelőzte, a tisztaságot képviselte, és az igazságot, a sötétséggel szembe ment, és a hazugsággal, és az ő diadal ünnepélye december 25-én volt, ezt ünnepelték. Jánusz volt az, aki a legősibb istenségként a kezdetnek volt az istene,
és ő volt az, aki a mindenség megújulásáért, az újrakezdő kezdeti időért felelt, és az ő ábrázolása azért is érdekes, mert hogy őt általában két fejűként látjuk, az az istenség, aki egyszerre a múltba is tekint, és a jövőbe is néz, tehát megszemélyesíti az elmúlást, az előző időszakot, de elsősorban az, a következő, az új időszak irányába néz. És hát a január 1-én volt az ünnepen, és hát valahogy így akkor meg is lehet érteni azt, hogy miért pont a január 1-e az új, vagy ugye ilyenkor miért pont erre az időszakra tették az ünnepségét. Hozzátartozott a rómaiaknál, hogy jó kívánságokat mondtak ilyenkor, zöldágot vittek be az épületekbe, és ajándékot küldtek egymásnak, illetve jósoltak a következő évre. Ezek a cselekmények azért fontosak számunkra, mert hogy azt tudjuk látni, hogy a későbbiekben a néphagyományban és a magyar néphagyományban is hasonló sajátosságok jelennek meg január 1-éhez köthetően, de alapvetően nem csak ehhez a naphoz köthetően, hiszen ebben az időszakban, az adventi időszakban is már nagyon sok olyan periódus van, olyan kisebb időintervallum, amiben találkozunk hasonlóval, ami arról szól, hogy zöldágat visznek be, arról szól, hogy jó kívánságokat mondanak, arról szól, hogy ajándékot adnak egymásnak, és az ajándéknak az adása adott esetben is a jövő évnek a gazdagságát vetíti előre, azért kap valaki ajándékot valakitől, és azért adják az ajándékot, hogy a következő évben ne maradjanak hiányosságban, ne hiányozzon az életükből semmi. Tehát ezt is szimbolizálja az ajándékadása. Hát ugye az első egyetemes zsinat határozata értelmében lett Jézus Krisztus születésének az emléknapja december 25-e, de ténylegesen határozatban majd csak Libérius pápa ideje alatt lép, és onnantól kezdve látjuk a karácsony ünnepnapját december 25-én. Nagyon fontos volt az, hogy a pogánykori ünnepre gyakorlatilag ráépül egy keresztény nagyünnep. Itt sok esetben azt lehet látni, hiszen több ehhez hasonló van az év körön belül, hogy egyszerűbb volt a magát az ünnepet átformálni és a keresztény mintákhoz igazítani, mintsem, hogy az adott ünnepet teljesen eltöröljék, vagy teljesen más időpontra tegyék. És az is nagyon fontos volt a keresztény nagyünnep bevezetése kapcsán, hogy Jézus Krisztust ugyanazzal a hangsúllyal tudják ünnepelni és láttatni, mint amennyire az atyát, tehát magát a fiú Istent, az atya mellé szerették volna hozni, és az ünnepét is. Alapvetően a karácsony szó szláv eredetű, és átlépést, az új esztendőben való átlépést jelenti. Több hozzánk közeli nép nyelvében is hasonlóan látjuk, illetve hát azért az angol nyelven a Krisztusra való utalást tudjuk kiolvasni a szó jelentésében, a német nyelven pedig a szent estét, ami ugye az ünnepnek az előestéje, és ez is érdekes, hogy több ünnep esetében láthatjuk azt, hogy az ünnep nagyon fontos, az arra való felkészülés is, és ez az úgynevezett vigiliája az ünnepnek az előestéje is jelentőséggel bír. Illetve más nyelvekben, amelyek ugye a latin nyelven alapozottak, ott a születés kifejeződését is láthatjuk, tehát utal Jézus Krisztusnak a születésére. Nagyon fontos az, hogy a karácsonyi ünnepkörhöz tartozóan számtalan tárgyal találkozunk, de három olyan kiemelkedőt hoztam, amelyek mentén a későbbi gondolataimat felvázoltam, amelyek meghatározzák a karácsony szellemiségét, a karácsony szellemét, és ezeken keresztül érthetővé is válik mind a magyar, mind az európai hagyományban kialakult szokáscselekményeknek a működési elve, a komplexitása, az összhangja. Az első az az adventi koszorú lesz, már csak azért is, mert hogy ugye a felkészülésről van szó, ahogy említettem, ez az a szent idő, ami az ünnepre való előkészületet jeleníti még meg, és ahhoz, hogy megértsük az adventi koszorúnak a helyét,
ahhoz néhány szót szólnék az adventi időszakról. Szent András napjához kötik a kezdetét, és hát ugye a római katolikus egyház szerint András napjához legközelebb esően kezdődik el, és 4 héttel számítjuk, de a görög katolikus felekezetűeknél ez 6 hét. Alapvetően egy bőti időszak, úgy, mint ahogy húsvétot megelőzően látjuk a nagy bőtöt, és előtte a mulatságot, a farsangot, ugyanígy látható ennek analógiájában a karácsonyi nagyünnep előtt a kisbőti időszakot, az adventet, és ezt megelőzően egyébként egy kis farsang zajlik, amely nagyon sok helyen András nappal zárul volt, ahol egyébként már korábban lezárták Katalin napot. Tehát az nagyon-nagyon fontos tudni, hogy azért területenként is vannak eltérések, és mindig az egyéni, a lokális és a regionális, és még sok esetben a földrajzi helyzetek is alakítják a szokásokat. Tehát itt gyakorlatilag nagy általánosságokról beszélünk, ami jellemző volt. Több olyan cselekmény van, ami egyébként Európában is több helyen elterjedt, és nagyon sok olyan van, ami Magyarországon. A kisbőti időszakra egyébként jellemző volt az, hogy szerdán és pénteken szigorú bőtöt tartottak, a szombatot pedig a hústól való tartózkodásként tartották. És hát mivel bőti időszakról van szó, és említettem, hogy előtte már volt a kisfarsangi időszak, ami zajcsapással, mulatással, mulatsággal, válokkal, akár lakodalmakkal is telt. A kisbőti időszak volt az, amikor az elcsendesülésnek az időszaka történt meg, tehát mulatságokat már nem szerveztek. És igen, ez a, ahogy említették a felvezetőben, ez a befele fordulás, egy kicsit ugye a lelki élet irányába való fordulás, az elcsendesülés jelenik meg, és ezt egyébként a vallásgyakorlás több formájában is láthatjuk, mint például a hajnali angyali misére való járást, az úgynevezett rúrátéra járás. Egyébként ez a szokás más európai országban is elterjedt, Ausztriában, Horvátság és Lengyelországban is ismerik, és nagyon fontosnak tartják. Lehet azt látni, hogy ugyanúgy, mint ahogy a karácsonyhoz tartoznak szakrális és profán jelenségek, ugye az adventi időszakban is látunk erre példát. A szakrális vonatkozása az ünnepre való készülésnek, az a Szent Család járás szokásában nyilvánul meg. Ez a szálláskeresés jelenetnek egy formája, amely 9 nappal karácsony előtt kezdődik. Általában 9 család vállalja azt, hogy 9 napon keresztül végzi a Szent Család járást, és a Szent Család képét viszik a családokhoz át, és minden nap másik családhoz viszik. Adott napon az adott családnál, ahol fogadják a képet, ott egyfajta házi oltárt állítanak ki, és ezen helyezik el a Szent Családot, amely előtt imádkoznak, és amíg az adott családnál van a Szent Család, előfordul, hogy napközben is többször megállnak a kép előtt, elcsendesednek, és lelkileg is készülnek az ünnepre. Az adventi koszorú az, amit említettem, hogy egy kiemelkedő kelléke tárgya, és ma már azt gondolom, hogy eléggé elterjedt és populáris kelléke az adventi időszaknak, majdhogy nem a legismertebb, és ez annak is köszönhető, hogy az utóbbi években nem csak a családokon belül, nem csak a házokban, hanem nyilvános terekre is kikerül, és nagyobb közösségek előtt is látjuk az adventi gyertyagyújtásnak az ünnepségét, amely napjainkra már a 4 vasárnapra redukálódott, de az adventi koszorú történetéből tudhatjuk, hogy ez a 4 gyertya csak a 4 vasárnap volt, de az első koszorú, amely 1939-ben Hamburgban készült, és Johann Wilhelm volt az, aki kitalálta ezt a koszorút. Ő akkor még 28 gyertyát tett rá, és a 28 gyertyából 4-et emelt ki, amely jelezte a vasárnapokat.
Érdekessége az ennek a koszorúnak, hogy kocsikerékre készült, amelyet hát termővel, zöldággal, fenyőággal díszített, és hát mindig egyel többet gyújtott meg, és így ugye készült a karácsonyra. Nagyon sok helyen Németországban ennek az első adventi koszorúnak a rekonstrukcióját elkészítik. Most csak egy ilyen gyors mikrokutatást végeztem online etnográfiai módszerekkel, amik készültem az előadásra, és azt tapasztaltam, hogy számtalan helyen fontosnak tartják, hogy ezt a formáját állítsák elő, és ezzel várják az ünnepet. Az adventi koszorúnak az elterjedése Németországban a 19. századra tehető. Érdekes az, hogy Magyarországon a 20. században meg-meg jelenik, de nem akkora intenzitással, mint amennyire a német nyelvterületen, vagy amennyire például a későbbiekben Ausztriában. Nagyon sok esetben azt láthatjuk, hogy a 20. század végén lehet adventi koszorút látni, és a köztudatban igazából ekkor terjed el az 1990-es évek végén. Az adventi gyertyáknak nyilvánvalóan jelentése van, és magának a koszorúnak is. A gyertyák esetében ugye a bűnbánat és az öröm kifejeződését látjuk. Általában a négy gyertya az úgy áll össze, hogy három lila és egy rózsaszín található. A rózsaszín lesz az, amelyik az örömet fejezi ki, és egyes elméletek szerint ez személyekre is utal, a hit, remény, szeretet, öröm kifejeződése a gyertyában Ádám és Ivára, a zsidó népre, Keresztelő Szent Jánosra és Szűz Máriára utal. Az a fajta adventi kalendárium, ami a napjaink adventjába szintén bekúszott, és nagyon sok esetben ezek vagy kézzel készítettek, házilag készítettek, de meg is vásárolhatók is, és hogyha kinyitunk egy-egy ablakot, akkor vagy valamilyen kis ajándék van mögötte, vagy csokoládé. Ennek is az az érdekessége, hogy az 1850-es évek környékén volt egy kisfiú, aki nagyon türelmetlenül várta a karácsonyt, és az édesanyja megpróbálta ezt a helyzetet úgy megoldani, hogy egy ilyen kalendárium-szerűséget hozott létre, egy kartonra ablakocskákat készített, édességeket rakott az ablakocskák elé, és a kisfiúnak lehetősége volt, hogy minden nap kinyisson egyet. Gerhard Lang volt a kisfiú, aki a később évben az édesanyja ötletéből kiindulva az 1900-as évek elején elkészítette azt az adventi kalendáriumot, ami utána a későbbiekben ismerté vált, és aminek a mintájára ma adventi kalendáriumot készítünk. Az adventi időszakban van több olyan jeles nap, amely ugyan a karácsonyhoz kapcsolódik, de mégis profánabb jellegű. Az András napja, amit már említettem, az adventi kezdéshez mérten, itt nagyon sok esetben a következő évre való jóslásokat, termés, termékenység, féljósló szokásokat látom. A borbála nap, amely a karácsonyhoz úgy kapcsolódik, hogy ezen a napon úgynevezett borbála ágat visznek be, egy ágat, amelyen feltételezik, hogyha karácsonyra kizöldül, akkor ott az a lány, aki ezt a szokást végzi, ő férhez megy, vagy az a család, akik ezt végzik, ott bőséget várhatnak a következő évben. Hasonló van egyébként Luca napján, Luca napjánhoz kapcsolódóan még ez a Luca ág, ami a borbála ághoz hasonló, és a Luca búza az, ami mint zöld, kizöldülő jelenség látható, hogyha Luca napján elvetik a búzát, és az karácsonyra kizöldül, akkor ugye abból is a következő évre, annak a bőségére következtetnek. Nyilvánvaló a Miklós napot nem kell bemutatni, és ugye a Szent Miklóshoz tartozó ünnepet, amely már a napjainkra és a 20. században ugye elmosódik, más népeknél sok esetben össze is mosódik a Miklós, a Mikulás alakja, és ugye van olyan, ahol karácsonykor a Mikulás hozza az ajándékot, a mi esetünkben ez elkülön, és ugye a magyar hagyományban
Jézuska hozza. És hát ami még kapcsolódhat karácsonyhoz, az adventi időszakban, az a Tamás napja. Itt a disznóvágásoknak az idejéről kell beszélnünk, és ugye bőti időszakban vagyunk az advent alatt, de a Tamás nap lesz az, ami majd lehetőséget biztosít arra, hogy az ünnepre az a hús mennyiség előálljon, illetve a téli időszakra is az a hús mennyiség előálljon, amelyen majd ugye biztosítani tudják ennek az időszaknak az élelmezését. És hát a karácsonyhoz eljutva, a karácsonyfa lesz a következő olyan tárgy, amikor azt mondtam, hogy három ilyen fő tárgy mentén vezetem fel az előadásomat. A karácsonyfa lesz az, ami ugye alapvetően meghatározó, de ahogy láttuk már az adventi időszakban van arra utalás, hogy valamilyen zöld ág, vagy valamilyen ág, ami kizöldül, bekerül a lakásba. A magyar hagyományban is erre vannak utalások. A karácsonyfa megjelenése előtt valamilyen árnak a bevitele az alapvetően ismert volt. A német hagyományban pedig az úgynevezett téli májusfáknak a szokása és az annak a bevitele volt az, ami mint egyfajta előttként ott volt a karácsonyfának az intenzívebbé válásában és elterjedésében, és valószínűleg ez segítette, ez a szokás az, hogy német nyelvterületen, mint protestáns, mint katolikus területen elterjedt. Alapvetően a 16. században látjuk az első olyan karácsonyfát, amely már gyakorlatilag ezt a nevet viseli. Elzász, Páder és a Rajna vidéke, a felső Rajna vidéke az, ahol elég intenzíven elterjedt, és először a jómódú társadalmi rétegekben, majd az iparos rétegekben látjuk, illetve a későbbiekben a céheknél fontos lesz az, hogy közösségi karácsonyfát állítsanak, és ez a fajta hozzáállás majd lehetővé teszi azt, hogy elterjed Európában és majd Amerikában is átjön a kültéren nagy közönség előtt állított karácsonyfának a szokása. Német területhez képest más országokban hát ugye szintén elterjedt. Angliában az első karácsonyfát Victoria királynő férje 1840-ben állította, Dániában a 19. század elején jelenik meg, és a világi ismereti szerzési lehetőséget a karácsonyfának az Andersen által megírt mese is jelenti, tehát ez lehetővé teszi, hogy még ismertébbé váljon a karácsonyfa, mint a karácsonyhoz kapcsolódó tárgy. Norvégiában is azt látjuk, hogy a 19. században Horvátország területén is akkor terjed el, Szlovéniában valamikor később. Nagyon fontos lesz az, hogy karácsonyi vásárokat, a karácsonyi fának a megvásárlását a német területen is, a Rajna-vidéken viszonylag korán elkezdik. Amit példaként ide hoztam, strasbourgi karácsonyi vásár, hiszen ez azt mutatja számunkra, hogy a 16. századból kiinduló közösségi rendezvény az, ami a 21. században is még valamilyen formában működik, és hát a látványában azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes elmenni egy ilyen karácsonyi vásárra, teljesen mindegy, hogy most melyik országot választjuk. Lehet érezni a hüttetését és a közösségnek a megjelenését, mi akkor is, hogyha az ember mondjuk idegenként van egy ilyen karácsonyi vásáron. A közösségi karácsonyfának az állítása, ahogy említettem, szintén nagyon fontos, és hogy az a 17. században már megjelenik. Az első ilyet Freiburgi kórház templomában állították fel, és hát ugye nagyon sok esetben látjuk azt, hogy a templomokban és a közösségi tereken is felállítanak karácsonyfát. A magyar hagyományban Brunswick Teréz volt az, aki 1820-as években először állított karácsonyfát a Kisdedugó intézetében, és hát a karácsonyfának a kifejezése, maga a szó az az 1846-os időszakban datálható,
is a német nyelvből, mint egyfajta fordításként jelenik meg. Érdekesség az, hogy már az 1960-as években Budapesten is rendeznek vásárokat. Nyilván ez még nem olyan mértékű, vagy nem olyan, mint amilyen Nyugat-Európában. Fontos azt tudni, hogy a felsőbb társadalmi rétegekből kerül a magyar parasság körébe a karácsony fállításának a szokása, és érdekes az is, hogy egyes területeken gyorsan terjed, főleg azokon a helyeken, ahol német nemzetiségűek élnek, és más területeken csak viszonylag később jut el. Még az 1920-as, 30-as években is több olyan példa van, hogy ezt a termőágat, vagy ezt az ágat, ezt az örökzöld ágat viszik be a lakásokba, és csak később annak a változatát a fának látjuk, amikor a gerendára kötik fel a fát, és ezt díszítik. A díszek azok általában hát alma, dió és különféle olyan paraszti társadalomban ugye előállítható, akár pattogatott kukorica, amelyek akkor adottak voltak, ma már teljesen más hát díszítményekkel rendelkezik egy karácsonyfa. Ugyanakkor mindegyiknek van jelentése. Magának ugye a fának eleve az örökzöld, az élet, az új élet jelképe az, amit társítunk. A gömb, amelyeket ráakasztunk, az a teljességet, a földet és a bolygókat jelzi. A csúcsdísz, a csillagszórók, a betlehemi csillagra utalnak, illetve alapvetően a fényre, arra, amit ugye karácsonykor várunk és szintén ünnepelünk hosszú idők óta. Az angyalok, amikor a fára akasztjuk, akkor a hírnököket szimbolizálják. A girlandok alapvetően a paradicsomban megjelenő kígyóra utalnak, és ezáltal az eredendő bűnre, egy kicsit az emlékezés is a tudásra is utalnak. Az arany és az ezüst kifejezi a férfi és a nő, illetve a nap és a hold szimbólumrendszerét. Az alma a paradicsomi bűn esetében ugye a jóvátételre utal, és fontos szerepet kap majd a karácsonyi asztalon is Jézusra utalván, hiszen az almával kezdődött a bűn, és az almával kell, hogy feloldódjon és megoldódjon. A dió, aminek azt mondják, hogy a formája, az alakja hasonlít az emberi ajra, a tudást, a bölcsességet szimbolizálja. A szaloncukor az a boldogságot, ugye az édesség az boldogsághormont termel. A mézes kalács alapvetően az embernek az emberi formáját mutatja, és azt az embert, aki a porból lett. A csengettyű pedig az angyalok jövetelét és a gonosz előzését mutatja. Ez egyébként erre az időszakra majd szintén jellemző lesz, innentől kezdve, amikor a böjt időszak elmúlik, lehet újra zajcsapni, és nagyon fontos szerepet fog kapni. Sok esetben a karácsonyfán ugye most már égősort égőket látunk, korábban gyertyát gyűjtöttek, és a gyertyának is van egyfajta szimbólum rendszere. Alapvetően a Szent Háromságra utal, a viasz, a kamócalánk hármasa, a testének a szellem egységét jelzi, de a gyertya az, ami az emberi életet végigkíséri, ott van a születéskor, ott van a házasságkor, ott van a temetéskor. Alapvetően egy nagyon fontos keresztény szimbólum, amely Krisztust is jelképezi, és fontos a fény, amelyet ugye a gyertya által kapunk. A karácsonyi asztalnak is van egyfajta szimbólumrendszere. Itt alapvetően a hívő ember számára az ünnepi asztal oltárként működik, de a karácsonyi asztalon egyrészt megjelennek azok az előző év termései, terményei, amelyeket már megtermeltek, és amelyek az áldás elnyelése után majd lehetővé teszik, hogy az újra kezdéssel, az új élettel hát előre hozzák azt, hogy ugyanezek a termések meglegyenek. Illetve az asztalra kerülő kenyerek, kenyérfélék, kalácsok Jézus Krisztusra utalnak, és hát az asztal maga olyan agrosszal van leterítve a böjti időszak alatt, tehát az éjféli is ugye böjti időszakot kell, hogy megemlítsünk Szentestén, és itt ez a fehér-piros csípos agrosz az
ami felkerül, és az éjfélülése után az ünnepi asztalra pedig fehér, a tisztaság fehér szimbólumával fehérlagos jelenik meg. A szaloncukor érdekessége az, hogy most már szinte nélkülözhetetlen a karácsonyhoz kapcsolódóan. A francia vonatkozási ősei lehetnek a cukorkészítésnek, és a fondant az, amire hajaz a 16. századból eredően. A szaloncukor elnevezés az feltételezhetően onnan jön, hogy ugye felsőbb körökben, felsőbb társadalmi rétegeknél volt ez a szalonokban, mint egyfajta vendégváró édesség, és ugyanezekben a szalonokban került be a karácsonyfa, amire aztán végül a szaloncukor felkerülhetett. A 19. századra vonatkoztatottan lehet látni az elterjedését is, hát ugye főúri körökben vált először népszerű, és későbbiekben utána ez terjedt el nálunk, mondhatni lehet, hogy már kifejezetten magyar szokásként. Az ajándékozásról pedig már többször ejtettem szót, viszont egyetlen egy vonatkozását nem említettem, az pedig a napkeleti bölcseknek az ajándék adása, amely szimbolikával rendelkezett már feltételezhetően akkor is, amikor ők megjelentek. A napkeleti bölcsekről egyébként alapvetően azt lehet tudni, hogy királyokként emlegetik, de egyes kutatások szerint ők valójában papok voltak, vagy úgynevezett mágusok, akik a bölcsességükről voltak híresek, és fontosnak tartották, hogy a megváltót megajándékozzák, és olyan ajándékot hoztak neki, amellyel ki is fejezték azt, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzá. Ugye az arany volt azt, amit ugye a királynak vittek, a tömény volt azt, amit az Istennek szántak, és a mirhát, amellyel előre vetítették Jézus Krisztus, hát ugye kereszthalálát, és a keresztvel szenvedő embernek szánták, mint ajándékot. Az ajándékozás ugye az érkező szokások között is ott van, és ezért is érdekes az, hogy vannak olyan országok, ahol nem karácsonykor adják az ajándékot, hanem január 6-án vízkereszt napján, de nagyon jól tudjuk azt, hogy a karácsonynak a megtartása is a keresztény kultúrában is, ugye azt mondtam, hogy december 25-éhez kapcsolódik, de ugye vannak olyan országok, ahol az ortodoxoknál például nem álltak át a mi naptár rendszerünkre, és emiatt ők is december 6-a után kezdve ünneplik a karácsony. Tehát azt lehet látni, hogy itt is azért valahogy összefüggenek az ünnepek, és pontosan a vízkereszt lesz az, ahol a napkeleti bölcsek, a három királyok is fontos szerepet töltenek a magyar hagyományban is, és pontosan ezért látunk olyan szokásoknak a megjelenését is, amelyek közül van, ami már karácsony előtt, karácsony után, vagy a két karácsony közötti időszakban is megjelenhet. A kántálás az egyik olyan szokás, ami karácsonyi énekes versenéstől köszöntést jelent. Több ilyet látunk egyébként a hagyományban. Olyan szokást, ami köszöntést jelez, vagy valamilyen termékenység, jóslást, varázslást hoz. Alapvetően nagyon sok esetben ezeknél a szokásoknál azt tartják szerencsésnek, hogyha legények, fiatal fiúk, ugye, akik a termékenység szimbólumoként jelennek meg, és előre vetítik a következő időszaknak szintén a gazdagságát, termékenységét, és hogy ők tartják meg ezt a szokást. A kántálás mellett láthatjuk még a betlehemi jászolhoz kapcsolódó betlehemezést, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, az előadásom utolsó nagy tárgyi vonalához értünk a jászolhoz. Ugye azt mondtam, hogy a koszorú, a karácsonyfa mellett a jászol lesz az, ami nagyon fontos kellőként jelenik meg, és a karácsonyfát megelőzendően a messiást jelképező jászol egyébként elterjed, közösségi szinten is, tehát templomokban is felállítják. A 15. századból már ismert, hogy ilyet Olaszországon, Itáliában látunk,
illetve a 16. századból Ausztriában, a 17.-18. századtól pedig már nem csak a közösségi tereken látjuk ennek a megjelenését, hanem a családokba, a háztartásokba való hát beépülését is. A karácsonyfa terjedésével a jászolnak a szerepköre kicsit alábbhagy, a jelentősége viszont nem, és a betlehemezés szokásában meg is marad, hiszen egy olyan dramatikus játék kerül a magyar hagyományba is, amely esetében még sok helyen mai napig is élő szokást tudunk dokumentálni. Illetve hát Debrecen vonatkozásában azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag 30 éves múltra tekintett vissza a nemzetközi betlehemes találkozó, ami pedig már azt vetíti elünk, hogy bizonyos szokások más környezetben és a saját szülőfalunktól vagy a saját környezetünktől távol is megtalálják a helyüket. Ez a nemzetközi betlehemes találkozó is pontosan ezt mutatta meg, hogy más környezetben, más színpadon, hát performatív jelleggel, ugyanakkor hogyan is kell és lehet elképzelni ezt a szokást napjainkban. 2019-ben két betlehemes találkozóról hoztam két képet. Itt azért többféle jelenet ismerhetünk fel a pásztorjáték, hogy az, amikor ugye a templom formájú betlehemet visznek a szereplők, és hát ugye ez területenként is különböző volt, hogy most melyik formája élt egy-egy településen. A szokásokhoz kapcsolódóan még hasonló megölés köszöntő, amely szintén termékenységvarázsló jelleggel élt Erdélyben és a dél- és nyugat-dunántúli területeken terjedt el, és itt is fontos volt az, hogy jó kívánságokat mondjanak, amiért cserébe ajándékot kaptak a regősök. A 21. századra eljutva, ugye itt ezeknél a különféle jókívánságot mondó, köszöntő szokásoknál, a kántálásnál is látjuk, hogy az énekek megjelennek, fontos szerepet töltenek be, és a 21. században pedig a populárisabb irányba, hogyha nézzük ennek a kivetődését, akkor többféle műfajban válik láthatóvá a karácsonyhoz való viszonyulás, és hát nem csak az énekekben, dalokban, hanem ugye más multimédiás technikán működő filmes, animációs verzióban is láthatóvá válik a karácsonynak a megjelenítése, ami pedig jelzi számunkra azt, amit az előadás elején felhozott, hogy nagyon populáris és egy népszerű szokásról beszélünk. A karácsonyi képeslapok szokása, ami még érdekes lehet, hiszen az utóbbi időben már szintén kiveszőben van, amióta egy-egy e-mail elküldésével, vagy egy felületen megjelenítve tudunk ugye köszönteni, vagy tudjuk köszönteni a távolabb lévő családtagokat, ismerősöket, barátokat. Ennek a képeslap küldési szokásnak a történetéről csak annyit, hogy Európában is kialakul egy vonal, és Amerikában is kialakul egy vonal. Eleinte azért az egyszerű ember számára ez elérhetetlen volt, mert hogy nem nagyon tudták megfizetni, és igazániból majd ez akkor válik népszerűvé, amikor olyan mennyiség és minőségű tömeggyártás alakul ki, hogy ezt meg tudják fizetni. Ahogy említettem, a modern kultúránkhoz hozzátartozóan a karácsonyfa különféle formáit láthatjuk ma már, amelyek esetében sokszor már ugye annak az árnak, annak az örökzöldnek, a kezdetnek, az új élet szimbólumának a jelképe is eltűnik, átalakul, más jelentéstartalommal ruházódik fel, de azt nem lehet tagadni, hogy mondjuk esetleg egy ilyen esetében a család ugyanúgy összejöhet, csak éppenséggel igen más szimbólumrendszerrel alkotják meg a karácsonyfát. És ez a karácsonyfa, mint olyan, mint a mindenki karácsonya szintén megjelenik, és adott esetben már olyanokra is gondolnak, akik sajnálatos módon nem családban, nem együtt tudnak ünnepelni, és ennek az igénye is nagyon korán mutatkozik. A 17. században láttuk annak a gyökereit, hogy a közösségi faállítás az nagyon fontos,
de a 20. századra jutunk oda, hogy nagyobb városokban jellemzővé válik a karácsonynak a karácsonyfának az állítása. Amikor azt mondtam, hogy két karácsonyról beszélünk, és a két karácsonyi időszakról, akkor itt a két karácsony közötti időszak is fontos. Szintén ugyanúgy köszöntőket látunk, mindnapi köszöntőket Istvánnapon, Jánosnapon, illetve adománygyűjtéseket, jókívánságokat, a gyermekek, lányok azt mondjuk megvesződését, az apró szentek napján, tehát maga az ága vesző szintén megjelenik, és a következő évnek a megvarázslása is, ugyanúgy, mint ahogy a szilveszteri és az újévi szokások van. Ezeknél fontossá válik a tél előzése, a sötétség előzése, a zajcsapás, a következő évnek, a bőségének a megvarázslása, és a szilveszteri szokásokban ugye látjuk azoknak az ételeknek a fogyasztását, amelyek ezt előidézik mondjuk a lencse, vagy ugye a malacnak az elése, de a pezsgőnek a fogyasztása is erre a szokásra utal. Vízkeresztről ugye volt szó, és ezzel zárom a kört, a karácsonyi ünnepkört, hiszen nem hagyhatjuk ki, ahogy említettem, a karácsonyhoz kapcsolódóan, és ez itt majd egy következő etapnak a kezdetét is fogja jelezni, a farsangnak az időszakát. Köszönöm szépen a figyelmet, és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!